Na, hello, szavaztok, üdvözlök mindenkit ő a videóban. Mai napon megnézzük a The Entropy Center című játékot, ami egy logikai puzzle, belső nézetes logikai puzzle játék. Gyakorlatilag túlzás nélkül mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon portálszerű a játék dizájnja, nagyon-nagyon portál játékot akartak készíteni a fejlesztők, de a jelenlegi állapotában ez inkább egy katasztrófa lett. Na de mindjárt látni fogjátok, hogy miért. A játék leginkább technikai szempontból katasztrófa, egy totális katasztrófa technikai szempontból, úgyhogy a videóban majd iszonyatosan sok szaggatást, akadást fogtok látni. Nem nálam van a hiba, és nem is nálatok, hanem a játékban. Sajnos a játék Unreal Engine-t használ, és hát ugye tudjuk, hogy az Unreal Engine-nek az out of the box, ugye az adat streamelése, illetve a shader compilation területen is mondhatni a motor iszonyatosan rossz, borz, egy trágyadomb konkrétan. Mind a adat streamelése és a shader compilation is egy fos. Úgyhogy sajnos a frame rate borzalmasan rossz lesz. Úgyhogy előre is bocs, de ezzel nem tudok mit csinálni. Illetve hát ugye ezzel egy időben ugye CPU limitben is vagyok. Így is visszavettem medium low-ra az egészet. A textúrát azért magasan hagytam, mert 6 giga VRAM-ba azért csak belefér, reméljük. Na most videón kívül én ezt a demót végigvittem. Oké, tehát ez mondhatni nem első végigjátszás lesz nekem. Na de akkor jogosan jöhetnek kérdés, hogy miért hozom a csatornára, miért mutatok demót egy olyan játékban, ami egy technikai katasztrófa, ami a totális katasztrófa technikai szempontból. Hát azért, mert az ötlet egyébként nagyon jó. Az alapötlet, az alapkoncepciója a játéknak nagyon-nagyon jó, és hamarosan látni fogjátok, hogy miért egyébként, miért mondható a játékra ez egy Portal 3-szerű alkotás. Miért akar nagyon Portal lenni? Lehetne egyébként Portal 3 is, de attól mégiscsak messze van. Én értem, hogy Portal játékot akartak csinálni, ha már a Valve nem hajlandó ugye harmadik részt csinálni. Én ezt megértem, látom a törekvést, de azt látni kell és el kell ismerni, hogy ehhez a játékhoz az Unreal Engine a lehető legrosszabb választás volt, amit el tudtak követni a fejlesztők. Igen, ez a Steam Next Fest demo, jelenleg van egy ilyen jövő fesztivál Steamen, és a demót is már patchelniük kellett, annyira borzalmasan rossz a sebesség egyébként. Ezt nem csak én mondom, elég megnézni a Steam fórumokat, és rengetegen panaszkodnak a technikai részre, és sok olyan felhasználó is panaszkodik, akiknek az enyémnél milliószor jobb PC-jük van, tehát nagyon modern 6x12-es CPU-val és RTX 3070-es mellett olyan pocsék sebességet nyújt a játék, hogy az valami iszonyatos. Mondom, elolvasni a Steam fórumokat. Ott az egyértelmű bizonyíték, hogy mennyire iszonyatosan pocsék lett a játék technikai szempontból, csak hogy ezt azért hangsúlyozom, hogy előre szeretném jelezni, hogy a framerate a videóban borzalmasan rossz lesz. Videón kívül is nagyon-nagyon rossz volt. Mindegy, ennek ellenére megpróbáljuk végig szenvedni, jó? Mert azért szerintem tényleg a játék mögött húzódó ötlet egyébként szerintem tök jó. Meg nem csak a framerate-re vannak gondok, hanem az egész, a látvány is olyan 10x évvel el van maradva, tehát a látvány egyáltalán nem indokolja ezt a katasztrofális teljesítményt, illetve majd látni fogjátok, melyek egy új mentésre, ugye? Az egésznek olyan
iszonyatosan, valamilyen nagyon-nagyon, hogy is mondjam, gagyi behatást kelt az egész, gagyi érzést. Igen, itt már jön a Stutterfest, de hát ezt jeleztem előre. Mindegy, próbáljunk ezen túllépni. Hát minimális az interakciót raktak a fejlesztők a játékba, de hát ez sajnos semmit nem segít. Itt lepottyanunk. A főszereplő egy hölgyemény. Itt is kapunk majd egy eszközt, amivel tudunk manipulálni dolgokat. Itt is, látod, nézd meg! Annyi, hogy nem Aperture Science van rájön, hanem Entropy Center, dobozokat kell ilyen platformokra rakni, különböző test chamberek vannak, tehát testkamrák, mindegyikben más puzzle feladványok, ott szinte minden teremben vannak ilyen megfigyelő részek, egy az egyben Aperture Science, tehát ez full portál copy, mondom, amivel nem is lenne gond egyébként. De mert ez a footstep hangok is annyira nagyon-nagyon, hogy is mondjam, ilyen full alap asset, ilyen sound asset, hogy annyira gagyi, tehát, hogy nem tudom szebben megfogalmazni. És az egész játékban ilyen nagyon, nem tudom, hogy írjam le pontosan, de olyan fura, szürke, olyan szürke, mint egy szürke fátyol lenne a játék látványvilágán. Olyan nagyon, ettől olyan homályos az egész, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ott az eszköz, azt fogjuk mindjárt fölvenni, és akkor látni fogjátok, hogy pontosan miről is szól a játék. És ebben a játékban is kapunk egy mesterséges intelligenciát, majd rögtön látni fogjátok. So. Entropy test in progress. Please stand well clear of the testing area. Igen, kapunk egy demonstrációt, hogy mire képes az az eszköz. Entropy test complete. Gyakorlatilag pár másodperccel tudja visszapörgetni az időt, de csak bizonyos objektumokon. Na majd mindjárt jobban érteni fogjátok. Tehát például valamilyen objektum szétesik, azt vissza tudjuk így építeni, amit láttatok itt. Tehát én ezt itt ugye felveszem. What is this? Hello! Very nice to meet you. Why did you jump out at me like that? Apologies. I did not mean to startle you. I have just been inactive for a very long time. My name is Astra. I am a puzzle exercise assistant, or P for short. Wait, a what? You are now in possession of a handheld entropy device capable of rewinding objects into the past. Give it a try. Well, nice to meet you, Astra. Igen, itt írja, hogy a bal egergombbal cirkuszpulcs, tehát visszatekerés. Így hívja a játék. És na, ezt úgy kell értelmezni, hogyha valamelyik tárgynál vissza tudjuk tekerni az időt, látod a fegyver kijelzőjén, ahol az előbb Astra volt, ami a mesterséges intelligencia a játékban, ami őróla is mindjárt mesélek egy picit, mármint elmondom a véleményem róla. Látod, hogy 2,9 másodperc. Tehát minden olyan objektumnál, amit vissza lehet tekerni, ott kiír egy bizonyos időkeretet, hogy mennyit tudunk visszatekerni. Itt 2,9, csak lenyomva kell tartani a bal egeret, és akkor ezt visszaépíti. So, can I use this, or you, on anything? The handheld entropy device only contains enough power to rewind static objects up to 300 cubic meters in size. In normal terms, that means you can rewind small structures, debris, and puzzle elements, of course. Living animals, such as the office cat, cannot be rewound. Right. No rewinding cats. Got it.
Igen, tehát ez az eszköz, amit most mondta, maximum 300 négyzetméteres objektumokon lehet használni, de élőlényeket nem, azokon nem lehet. És egyébként itt ezt eltakarítjuk, látod, itt is 5,1, látod? Ezt is vissza lehet így állítani. Ez a koncepció egyébként, ötlet, ez tényleg tök jó. Igen, elvel lehet különböző tárgyakat fölvenni, pont úgy, mint a portálban. És akkor most gyors fussuk át az alapjáték mechanikát, hogy később értsétek, hogy mit miért csinálok. Na, úgy működik, hogy... Várjál. 12,1. Akkor azt csak később tudom majd prezentálni. Most itt egyelőre nem. Ja, ezt is visszatudjuk. Meg ezt is. Itt még a... Ez csak itt azért van, itt ezeket nem kötelező megcsinálni, csak itt a játék még egyszer prezentálja, hogy mire jó a fegyver, de ez még azért nem minden. Nem csak ennyiből fog állni. Jó, menjünk tovább, mert itt még nem nagyon van lényeg. Egyébként ez az Astra, ez a mesterséges intelligencia, itt ugye próbáltak csinálni egy itteni, hát nem is Wheatley-t, de talán egy ahhoz hasonló valamit. Próbáltak egy ilyen, kicsit olyan poénosabb, vicceset emmit csinálni, de amíg a portálban Wheatley tök jó pofa, és tényleg vicces volt, és baromi jó karakter, Astra itt inkább csak idegesítő lett, és inkább bosszantó, ez inkább úgy mellé ment. Egyébként sokan arra is panaszkodnak fórumokban, hogy ez az eszköz, hát nem, mondjuk sokan fegyvernek hívják, de nem fegyver, hanem hívjuk inkább eszköznek, hogy túl nagy, túl sokat veszel a képernyőből. Hát ez ízlés kérdése, engem mondjuk annyira nem zavar, de megértem azokat, akiket zavar. Így, ezt is visszaállítjuk. És akkor menjünk tovább, mert itt még nincs semmi lényeges. A lényeget azt mindjárt látni fogjátok, hogy... Igen, hogyha új területet tölt be a játék, ott szó szerint diavetítésbe fog váltani a játék, mert amit mondtam, ugye a Unreal Engine-nek az ADA streamelése még SSD-n is, mert SSD-n van a játék, meg az OS is. Az ADA streamelése egy hányás, egy totális katasztrófa. De hát ez van, amikor a fejlesztőnél a marketing érték fontosabb volt, mint a játékélmény. Sajnos. Thanks, Astra. That wasn't the intention. You're welcome. Így van, ezt is vissza tudjuk állítani. Úgyni. Itt most nem akarok túl sokat időzni, mert nincs is miért, és nem akarok kinyugni. Lesz egy-két olyan puzzle, ahol el fogunk időzni. És itt is van egy ilyen bemondó hang, csak itt nem női, hanem ilyen férfi bemondó. Mondom, egy az egyben portál. Ez full Aperture Science koppintás. Csak nyilván nem használhatják azt a nevet. Bár szerintem, ez megint kicsit szubjektív dolog, de szerintem a Portál 2 azért ez sokkal szebb. Bármint a Portál 2 ennél sokkal szebb, tehát látványban. Pick up and move cubes. Na, igen, most tudom prezentálni a játék egyik lényeges és legfőbb elemét. Mondjuk ez jó pofa, hogy csináltak interakciót néhány növényre, nem mindegyikre, de azért növények azért reagálnak játékosra, csak az a gond, hogy
ez a katasztrofális performance-on nem segít, na mindegy. Na, ugye? Ugye van kettő ilyen nyomógomb, az egyik azt az ajtót üzemelteti, a másik azt. És ezt egyetlen egy kockával kell megoldani. Na most, ez úgy működik ez a játék. Hát tudod, már írja 12,7 másodperc. Na most. Itt úgy kell gondolkodni, hogy is mondjam. A doboznak az útvonalát, a doboznak a bejárt útvonalát jegyzi meg ez az eszköz. Vagyis, hogy én ezt megnyomom, hát oda-vissza viszi. Illetve oda-föl, mert onnan pottyant le. Na most. Várja. Ezt lehet resetelni. Ha megnyomod az R gombot, nem? Itt miért nem működik az R gomb? Miért nem működik az R gomb? Remek. Miért nem működik itt az R gomb? Várjál csak. Akkor ez csak később fog működni? Mert az R-rel kellene resetelnie nullára. Tehát lényeg, hogyha én mondjuk ezt a kockát elviszem ide, így, akkor az eszköz, és csak oda-vissza viszi. Tehát ugye mivel visszatekeri az időt, és a kocka útvonalát jegyzi meg, tehát a kockát visszamozgatja azon az útvonalon, ahol elmozdítottad, amerre elmozdítottad. Ez a lényege a puzzle feladványoknak. Csak így ez egy kicsit... ez egy kicsit így nehezebb lesz, hogy nem tudom resetelni, ez így... nem is értem, hogy... Hát így meg lehet állítani, tök jó, csak hogy a timert, az időzítőt is... Tehát azt a 8,9 másodpercet szeretném lenullázni, de akkor ezt majd csak később lehet, később erre majd lesz lehetőség, hogy ugye azért sokkal-sokkal egyszerűbb, hogy onnan indítod az időt, ahonnan akarod. Most még sajnos erre nem ad lehetőséget, ja, most még itt nem engedi. Na jó, akkor megpróbáljuk így megoldani. Na várjál. Vigyük egyszer vissza, hogy honnan. Jó, tehát innen kezdődik, látod? Innen kezdődik, jó. Hát igen, ez tehát ezt úgy kell csinálni, ugye, hogy először ott fel kell menjünk. És utána ott föntről az eszközzel áthúzzuk a dobozt ide. Hogy oda be tudjunk menni. Azaz, de ugye visszafele kell gondolkodni, mert az időt visszafele tekeri ez az eszköz. Tehát... így, és így. Így. Ez az. You just completed your first official entropy puzzle. You finished in the top 5%. Oh, nice. Of the bottom 50 staff members. Oh. Well, there's always room for improvement, I guess. Entropy device. Igen, és akkor... később majd az egyik ilyen feljegyzésben a játék írja is, hogy minden puzzle megoldásáért kapsz egy úgynevezett ilyen entrópi energiát, ami tölti ezt az eszközt. Ugye, mivel ez csak egy demo, nagyvonalban még gondolom így még nem nagyon mentek bele a háttér sztoriba, és lehet, hogy még nincs kész. Egyébként a játékot idén, tehát 2022. november másodikán? Valamikor november elején akarják kiadni az 1.0-át, a végleges, hát ez a demo pedig még 0.3-as, és jelenleg
iszonyatosan katasztrofális állapotban van. Hogy ezt néhány hét alatt össze tudják-e rázni, hát én nagyon-nagyon erősen kétlem, de sok sikert kívánok a fejlesztőknek. Főleg, hogy tele van egyébként ilyen light leakage-ekkel a pálya, látod? Tehát így ez konkrétan, ez design hiba. A fényforrások átleakelnek, tehát hogy melyek magyar leak? Hát, átszivárognak a textúrákon, ugye? A fény átszivárog, hát ilyennek nem szabadna előfordulnia. Mindegy, egyébként ez több játékban lehet ilyet látni, de itt azért ebben a játékban rengeteg ilyen jelenség van. Ezt egy kis odafigyeléssel azért ezeket orvosolni lehetett volna. Mindegy, mondom, sajnos a játék amellett, hogy katasztrofális teljesítmény mutat fel, még ronda is. Eléggé ronda. Úgyhogy szerintem kicsit értetlenül állok a fejlesztők előtt, mármint hogy a választásuk előtt, mert szerintem a régi Source motorral sokkal user-friendly-bb, tehát felhasználó barátabb élményt tudtak volna adni, nagyságrendekkel jobb élményt tudtak volna adni. Mindegy, ez az ő döntésük. Nem fogom megérteni, de nekem nem is kell feltétlenül érteni. Na, jó. Tehát nem akarom túlságosan negatívan beállítani a játékot, csak szerintem nagyon szomorú, hogy van egy tök jó ötlet, vagy egy ilyen baromi jó koncepciós játék, ami Portal 3 akar lenni, ezt mondjuk ki, szerintem elég nyíltan Portal 3 akar lenni, csak sajnos igen, a technikai rész az teljesen tönkreteszi a játékelmény, meg úgy valamiért mondom, az egésznek olyan gagyi behatása van, nem tudom szebben megfogalmazni, de oké, tehát itt van három ajtó, ugye? Ez azt a kettőt irányítja, és ez a gomb a középsőt. Ugye itt ugyanaz lesz a trükk. Igen, csak ugye nem mindegy a sorrend, tehát először... És ugye nem szabad elfelejteni, hogy visszafele kell gondolkodni. Így. Na, csak. Így. És így. Azt hiszem, talán, nem biztos. Jaj, mert, hát tudod, mi a gond? Várjál csak. Nem biztos, hogy van gond. Nincs gond, oké. Egy, jó. Csak a Q betűt meg kell nyomni, hogy állítsa le a... ezért visszatekerést. Mert ugye a visszatekerés lebegteti a kockát. És ahhoz, hogy letegye, az Q betűvel le kell állítania. Ezt itt ugye nem lehet visszaállítani. Úgyhogy erre megyünk. És a játékban vannak elszórva ilyen hát monitorok, ami megint azért érdekes egyébként, mert ha megnézed, hova van ez rákötve, ugye? Hol van a PC, amire rá van kötve a monitor? Régi CRT monitor, de úgy a PC hiányzik. Meg úgy, ha megnézed, ez a monitor ugye semmiből veszi a képi információkat, mert hogy se kábel, se PC nincs. Érdekes. Mert az is lehet, hogy a monitor hátuljában van... beleintegrálva a ilyen
Fászni. Habár biztosan nem, mert ez CRT monitor, tehát na mindegy. Ez megint egy, szerintem inkább csak egy pályadizájnbeli hiányosság, szerintem. Na, lényeg, hogy vannak ilyen monitorok, amin vannak hát e-mailek, és különböző ilyen szöveges feljegyzések, amiből egy-két ilyen háttérinformáció olvasható el. De most ezekben nem nagyon mennék bele. És akkor igen, írja is, hogy 77 gyűjthető, hát ilyen háttérinformáció van a játékban, abban most kettőt begyűjtöttem, mert nem emlékszem, hol volt az első, de kettőt elvileg begyűjtöttem. Ez itt nem működik. Zó. Ja. Menjünk is tovább. Puzzle 0103, ez is olyan érdekes az azonosítók. Itt a megfigyelőterem. Ugye ez full, ugye még a textúrák is szinte tök ugyanaz, mint a portálban. Egy az egyben megnézed. Tehát ez tagadhatatlan, hogy ez egy az egyben Portál 3 akar lenni. Csak nem sikerült. igen, itt van egy lift, ugye ezt be kell üzemelni. Ez a nyomógomb üzemelteti. Hát az íni. Hát a lényeg itt semmi más. És ez az eszköz, ha jól emlékszem, a falakon keresztül is működik. Ennyi. Így van, most írja ki a játék, ugye? Miután már többször kellett használnom, azután írja ki a játék, hogy hello, hülye gyerek, a Q betűvel egyébként le tudod tenni a kockát visszatekerés módban. Hát köszönöm szépen, már rá kellett jönnöm magamtól, ugye? Making a better tomorrow. Na csodás. Puzzle 0104-es. Anyone? No life signals detected nearby. Just bushes. Note, bushes do not respond to verbal greetings. I gather that. Thanks. És megnézed, látod? Itt a következő hasonlóság. A kinézel itt, egy ilyen érdekes nagy kupolában vagyunk. Ugye emlékszel a Portál 2-ben, amikor visszamentünk a régi Aperture-be, ugye le a mélyre? Hát ott is ugyanilyen kupolák voltak, csak azok zártak voltak, vagy részben zártak, ugye? Egy újabb Ctrl-C, Ctrl-V, ugye, a design szempontból. De ezeket csak azért mutatom, azért emelem ki, hogy lássatok, hogy miért mondom azt, hogy Portál 3, mert az egész játék tele van portálos referenciákkal. Nem csak referenciákkal, ez az egész mondhatni szinte az. Csak egy kicsit módosítottak a játék alapkoncepcióján. Igazából túlzás nélkül mondhatjuk, ez lehetne egy portál mod is. Lássuk be. Ugye? Ez egy portál mod is lehetne. Source Engine-re építve. De nem az. Igen. Ez üzemelteti azt, ugye azzal nekünk át kell oda menni. Nyilván ugye ide kell hozni a dobozt, és utána, miután átmentünk oda, a dobozt oda kell húzni. Hát így van, ugye itt is egyetlen dobozunk van. Tehát... igen. Így. És így.
Anya, szerintem így jók leszünk. Jó, oké, látod, ott az útvonal, kékkel jelöli a játék. Most így jók vagyunk, mert... Most azt áthúzom oda. Így van, ennyi. Meg is vagyunk. Itt legalább egy minimális wind effektet azért alkalmaztak a készítők. Oké. És akkor menjünk tovább lifttel. Töltőképernyő. Jaj. Na. Oda néz. Milyen tengerpartot próbáltak itt szimulálni kint. Azt nézd meg. Szerintem ez egy, egyébként itt van ilyen bőröndök, ilyen recepciószerűség lehetett ez. Aha, Puzzle Area 2 Entrance. Igen, ide kell egy, hát mondhat nyomtatott áramköri lap. Ez mondjuk érdekes pályadizájn. Itt kim mi van, nézd meg, ilyen Hawaii-szigeteket próbáltak, nem is tudom. Jó, ide fel lehet jönni, oké. Okay. Na, ide be kell menni, és akkor itt az a lényeg, jött. Igen, van gázszivárgás, de azt ott el kell tekerjük. Teljesen. Így van. És nekünk ez kell itt. Igen, ez a nagy. Ez. Cak. És akkor ezt is ugye visszatekerjük, beaktiváljuk, így, erről van szó. Puzzle element introduction. Time gate. Traveling through a time gate will remove all stored rewind data from nearby cubes. Note. You cannot take Entropy Cubes through a time gate. They will get incinerated. Új játékelem, de nem új, mert mindenki ismeri ezt a portálból. Ez tökéletesen ugyanaz, mint a portálban a kék... Ezek a kék energiafalak. Ugye? Ugye azért nem viheted át, mert ha beviszed, elporlad, de te átmehetsz rajta. Ez egy-egyben Ctrl-C, Ctrl-V a portálból. Egy újabb bizonyíték, hogy ez ugye Portál 3 játék. Vagy nem, ez inkább Portál modnak kéne nevezni, nem? Csak sajnos nem Source Engine-t használnak, hanem Unreal-t. Na, hát itt ugye hogyan kéne ezt megcsinálni? Ja, egyébként igen, innentől a puzzle feladatoknál lesz egy ilyen gomb, ez sem reset all cube, visszaállítja a kockákat, ugye? Mint a portálban a piros gomb, ami szintén ugyanazt csinálja. Na, van egy ilyen. És itt van még egy kocka. Cak. Hát. Nyilván itt még egyszerű. Ugye új játékelem, itt még megmutatják, hogy hogyan működik, de nyilván itt ez még egyszerű. Ugye itt is ugye egy elhagyatott ilyen teszt komplexum, nagy épület komplexum, ugye. Mondani, csak nem Aperture neve, hanem Entropy Center. Itt a következő feladvány. Short answer? Death. Oh, great.
Yeah, I wish I didn't ask. Directive. Head to the control deck to analyze the current situation. We're heading in the right direction. Ordanis. Mondjuk ez itt jó pofa. Ez a kinti. Hát inkább itt a kinti résznél sétálgatnék, mint itt benn. És igen, hát talán már a kupola mögötti háttérről kitaláltátok, hogy ez az egész entropi szent, majdnem Aperture-t mondtam, nem véletlen. Tehát ez az egész entropi komplexum, ez nem a Földön van. De a Földhöz nagyon közel. Mert a Földön valamilyen kataklizma zajlik éppen, majd a demo legvégén látni fogjuk, hogy pontosan mi. Pontosan, hát végén látni fogjuk a Földet, az úgy még érdekes lesz. Zó, tehát ez a feladat, ugye ott majd át kell mennünk, tehát van itt nekünk egy... ugye ez a nyomogon kikapcsolja az erőteret, de... itt az a feladat, hogy egy dobozt át kell hozzunk itt ezen az erőteren, és... ezzel a lifttel fel kell vigyük, mert ott fönt, ott van még egy nyomógomb, ami kinyitja azt az ajtót. Na most, ugye hát egyszerű lenne, csak hogy ez a nyomógomb üzemelteti a liftet. Úgyhogy ez messze nem olyan egyszerű. Hát először is... ugye az egyik dobozt értelemszerűen magunkkal kell vinni. Á! Itt már működik az R betű. Jó. Igen, hogyha amint megjelennek ezek az erőterek, onnantól működik. Látod, lenulláztam ezt az izét, hogy a... az eszköznek a kapacitása ne menjen kell. Tehát ne ennek a doboznak az útvonalát jegyezze meg, hanem a másikét. Azért nem kell megjegyezni, mert azt magammal fogom vinni. Tehát ezt a két nyomógombot ezzel az egy dobozzal kell itt menedzselni, ha szépen magyarosan mondjam. Tehát először ugye... Cak! Én azt mondom, de lenullázzuk itt. Álljál csak. Nem. Nem így. Hanem így. Ez az. Így már jók vagyunk. Így mi. És akkor azt áthozzuk erre. Így van. Ennyi az egész. És meg is vagyunk. Cak. Mehetünk tovább. This is an entropy center warning announcement. The currently tracked cataclysmic event on Earth. Now at 40% chance of... Thank you. Jelenleg 40% az esélye kataklizmára a Földön. Hát, lesz az még több is. Igen, mondjuk ez... ez tényleg, ez jó pofa, hogy raktak interakciót a növényekre, ez úgy oké. Mondjuk ez minden játékban alapnak kellene, hogy legyen szerintem, mert egy fejlesztőnek ez pár percébe telik ilyet megcsinálni, de sok fejlesztő mai napig nem foglalkozik ezzel se. Azt mondja, hogy van ez a kettő gombocska, és az egyik dobozocskát, ugye, hát itt át kell vigyük oda, ugye. És azt az ajtót ez nyitja, tehát itt ugyanaz lesz a történet, hogy...
Tudod mit? Én ezt magammal viszem. De ennek ne jegyezd meg az útvonalát. Hanem ezt fogjuk. A kérdés az, hogy az útvonalat ennél a doboznál hogy állítsuk be. Tehát először ugye nyilván ezt kell üzembe helyezni. Na de csak akkor... Várja. Azt hiszem megvan. Induljon innen. Így. Remélem jól csináltam. Elméletileg jól csináltam. Igen, oké, jók vagyunk. Ha megnézed a kék útvonalat, akkor ez itt tökéletes. És érdekesen csinálták meg, hogy az utolsó pár centit az ilyen lassan teszi meg a platform, illetve nem is csatlakozik ugye a másik platform az, ez nem tudom, ilyen fura. Ez megint olyan fura és számomra kicsit érthetetlen design döntés, akkor nem úgy lenne logikus, hogy akkor teljesen ide végig jön, ha már ugye itt látszik, hogy a sín egészen végig fut eddig. Akkor nem úgy lenne logikus, hogy teljesen végig jön ez a platform. Tehát, hogy ez ilyen megint olyan, hé, ugye? És akkor ezt hozzuk ide. Csak ez az. Így. Pass a number. Igen, time taken 3,2 perc. Hát, jó. Nyilván ez nem egy speedrun, 600%-ig van feltöltve a device, tehát az eszköz. Now I have to warn you, this puzzle has a high percentage of failure from staff members as they often get stuck. Good luck. Why can't you just tell me how to solve it? I can't do that. It goes completely against my programming. And obviously, no entropy energy would be generated if you knew the solution, of course. Yeah, obviously. Azt mondja, itt sokan elakadtak. Hát miért? De ez is értetlen a számra, hogy hogyan? Miért? Amikor... Ennyi. Tehát, hogy... Mindegy. És ugye itt is van egy ilyen feljegyzés. Na ezt mondom, hát itt egy CRT monitor és a PC nincs hozzá. Tehát nem értem, hogy a CRT monitor akkor honnan nyeri a képi információkat, de... Mindegy. Puzzle Meister, ugye? Csak számokkal írta ki. És azt mondja, 06-04-esen te is elakadtál? Azt mondja... Annyira nehéz, itt vagyok már két napja itt vagyok a 0604-esben, és nem jutok tovább. Van valamilyen tipped? Azt mondja, aggódom amiatt, hogy majd az eredmény kiértékelésnél, hát az eredmény kiértékelés miatt aggódik. Tehát nem amiatt aggódik, hogy hello, itt vagyok két napja, és hogyha nem jutok ki, akkor esetleg itt hagyom a fogamat, hogy az életem, én az életem miatt aggódnék, egyáltalán kiussak élve, ugye? Nem, hogy jaj, milyen lesz az eredménye, hát... Oh my god. Hát, hogy... Én nem tudom, milyen agymosottakat hoztak ide. Tehát akinek fontosabb az itteni eredmény kiértéke, mint a saját élete, hát na, úgy kell neki, tehát... Igen, ez is egy tök érdekes dolog, hogy itt írja a játék, amit korábban mondtam. Hogyha az adott delikvens, hát itt ügynöknek hívják őket, hogyha valaki úgy megy be egy puzzle feladványba, hogy már előre tudja a megoldást, akkor nem jár érte a puzzle megoldásért, akkor nem kap. Mi ez? Entrópi energia nem jár a megoldásért. Tehát, hogy... Ezt értem, hogy
mi alapján döntik el, hogy hogy az emberke tudja a megoldást, vagy sem. Tehát, hogy ez megint nekem számomra teljesen érthetetlen, ez a háttér sztori. Fél három? Az óra sem működik. Zó. 0204. De ő nem azt írta, hanem a nulla... Melyiket írta? 0604, aha. Most ilyen 0204-be megyünk. Akkor nem erre vonatkozott, hogy elakad... Aha, 0204. Na, hát ez úgy néz ki. Ott a gombocska, itt nincs az égvilágon semmi. Van egy dobozunk, egy ilyen liftünk. És van egy nyomógombunk. Sem nehéz. Congratulations on finishing the puzzle. You completed it in a below average speed. I am detecting excessive amounts of cognitive function and frustration. Do you need a refreshment? I'm good, thanks. You're welcome. Mondjuk ugye ez az üveg shader is, ugye ez itt ilyen karcos üveg akar lenni. Hát láttunk ennél már fényévekkel szebbet is, tehát lássuk be, azért a portálban sokkal szebb. Már pedig mennyivel elavult a motor használ, ugye? Így. Ezt lehet használni egyébként? Ó, és lehet. Ja, csak nem lehet felvenni, igen. Aha. Oké, ez bármennyit kidob. Tovább. Egy. This is an entropy sensor warning announcement. Cataclysmic event on Earth is now highly likely. Please engage emergency entropy protocol. Oh, that really doesn't sound good. Sounds like it's getting worse. Nem tudom egyébként, hogy mi történik a Földön. Igen, további light leakage. Azért ezt is egy picit azért, ezeket a textúra összeillesztéseket is azért szebben is meg lehetne csinálni. Na igen, amikor privátban toltam végig a demót, ennél egy pár percet azért elidőztem, itt nem esett le rögtön, hogy itt akkor itt mire is gondolt a költő. Várj egy pillanatot! Na, és már itt is vagyok, látod? Ezért jó, ez az egyik hatalmas előnye a hagyományos videóknak, hogy nézőnek nem kell megvárni, amíg a videós elmegy mondjuk elintézni a dolgát. Szóval, itt ugye hát először értelemszerűen ezt az erőteret ki kell kapcsolni, csak hogy a trükk ott van,
ebben a feladványban az a trükk, hogy itt fönt kettő darab nyomógomb van. Tehát mind a két dobozt ide fel kell hozni. Igen ám, csak hogyha ezt a dobozt innen leemeled, akkor az erőtér újra működni fog, és ezt nem tudod fölvinni. Figyelj! Itt mondjuk tényleg elidőztem jó pár percet, mire rájöttem a megoldásra, nem esett le rögtön. De nem nehéz ez sem. Ja, hogy is? Miért csinálom ezt? Miért cseréltem ki? Hát mert ennek a kockának, látod? Most már van útvonala. Ezt a kockát most már... A másikkal ezt nem tudtam volna megcsinálni, mert az ugye azt nem onnan föntről hoztam. Oké? És én úgy át tudok menni, ez most már nem probléma. Zó! Oda nem lehet bemenni. Következő puzzle. 0301-es. Puzzle element introduction. Jump cubes. Stand on jump cube to launch yourself upwards. Happy jumping! Hey Astra, are you sure there isn't a shortcut or something we could take? The whole center is made up of puzzle areas. Trust me, this is the fastest route. Additionally, your job is a puzzle operative. It is your directive to complete these puzzles. Így van, amint Astra azt mondta. Itt egy új játékelem. A jump pedek. Az ugró platformok. Annyi a különbség a portálhoz képest, hogy ezek szabadon mozgathatóak. Ezeket bárhová el tudod vinni. Hát csak ezt úgy kell csináljuk. Igen. Látod, itt nincsen doboz, itt csak ez az egy van, de ugye ennek is van súlya, tehát ezt is rá lehet rakni a nyomógombra. Én azt mondom, hogy így. Így. Ennyi. Mondjuk ez érdekes, hogy ez nem rossz, hogy minden puzzle végén kiírja, hogy mennyi időbe telt. Ez mondjuk egy jó pofa dolog. 7%. Nyugi, nem kell elmenni addig, hogy 100%-ig feltöltse az eszközt. Nincs mások puzzle vissza, ez csak egy demo, ugye? Igen, már lassan a vége fele vagyunk, mert a demo végén vagyunk lassan. Na ez már egy trükkösebb puzzle feladvány, igen. De először bemegyünk ide, aztán itt van egy tök érdekes feljegyzés. Igen, ez a feljegyzés arról szól, hogy a Hauptentropigerét, tehát a fő entropi eszközhöz valahogy bejutott egy macska, és hát az a macska az úgy odaveszett, tehát ugye az egy veszélyes élőlényekre, nagyon, nagyon veszélyes az a akármilyen eszköz lehet, hogy valamilyen főreaktor, vagy nem tudni, hogy milyen eszköz, csak annyit írnak, hogy fő entropi eszköz. Lényeg, hogy egy macska odaveszett, és hogy csak a név táblája
maradt meg a macskából, és a Nibblesnek hívták a macsokat, és akkor felhívják a figyelmet, hogy szigorúan tilos bármilyen élő állatot bevinni a ezért területére, az Entropy Center területére. Ugye kivéve az egyetlen élőlény, ami az épületben tartózkodhat, az Eve, a cégnek a macskája, a saját macskája. De nyilván gondolom a fő eszköz az azt sem engedik oda be, mert az élőlényekre veszélyes. Ez ilyen érdekesnek találtam ezt a kis bejegyzést itt. Történt egy ilyen incidens, mondhatni. Mindegyik órán 14:30 van. De érdekes. Szóval... itt kettő ilyen cucc van. Van egy ugrópad és egy dobozka. Viszont három darab kapcsoló van. Na most. Szerencsére ez itt igazából... ez itt... baromi egyszerű. Ujj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 
Menj vissza. Jó. Az ott már a helyén van. Azzal ott már többet nem kell foglalkozni. Na itt jön az aprócska trükk. Na most ugye ez nyitja azt az ajtót, de itt van nekünk még egy ilyen kapcsoló. És ez a kapcsoló nyitja ott a kijáratot. Ha-ha-ha-ha. Úgyhogy... azt mondom, hogy gyere. Kitöröljük. Így, csak. Cak. Így. Így, né? Hát, mert kettő kell ide, tehát ugye azt is be kell aktiválni, és ott azt is. Na most ugye az a jó, hogy ez az eszköz működik falon keresztül is. Azaz. Nekem csak annyi a dolgom. Ennyi. Oké. Okay. Zó. Mi az a kataklizma, és hogy miért kell a nagy visszatekerő eszközt aktiválni? Ezt most látni fogjátok. Nagyon-nagyon érdekes lett a vége egyébként. Szerintem, majd mindjárt látni fogjátok, hogy miért gondolom azt. Szerintem ez a rész a játék, szerintem nem a játék elejéből van ez a rész, de mindjárt látni fogjátok, hogy miért gondolom ezt. És a demo legvégén vagyunk. Most jönni fog egy átvezető, és ott vége is van a demónak. Tehát ez volt az utolsó puzzle feladvány, amit az előbb láttatok. Így, né? Most jön egy nagyon érdekes átvezető. Entropy Control Deck. Ezt nézd, figyeld! Figyelj! Aktiváljuk az nagy entropi eszközt. A Föld nagyon-nagyon nem néz ki egészségesen. Thank you.
November 3, nem november 2. November 3-án akarják kiadni a teljes verziót. Nos, kedves emberek, hát ez volt a The Entropy Center című játék hivatalos Steam demója, a 0.3.15-ös Next Fest demo. És hát igazából csak magamat tudom ismételni, tehát most már láthattátok, hogy miért mondom azt, hogy ez egy Portal 3 akar, szeretne lenni ez a játék, mert a fejlesztők szerintem egyértelmű Portal 3-ot akartak csinálni. Szerintem tök jó az ötlet, tényleg tök jó a koncepció, jó pofa, de a játék jelenlegi formájában egy technikai katasztrófa. Jelenleg katasztrofális állapotban van a játék. Igen, október 5-ei ez a demo, október 5-én frissítették a demót, hogy november 3-ára, tehát egy hónap alatt ezt hogy tudják rendbe rakni, majd kiderül. Én minden esetre egész biztosan nem fogom megvenni a teljes verziót, mert hát a demo az abszolút nem győzött meg. Ugye főleg a pont a katasztrofális pocsék technikai megvalósítás tart engem vissza a vásárlástól. Hogyha mondjuk ez egy Source mod lenne, majd Portal az egy Source Engine-es mod lenne, szerintem akkor nem hezitálnék rajta, de így Itt csak megfigyelő leszek, és megnézem, hogy milyen lesz a november 3-ai launch, de én biztos nem fogok beruházni rá. Lábbis egyelőre biztosan nem. Majd esetleg talán, hogyha távoli jövőben lesz majd egy jóval erősebb gépem, és majd lesz egy masszív leárazás, akkor esetleg talán, de ez így szerintem nagyon kevés. Az én szememben ez nagyon-nagyon kevés, és nagyon gagyi behatást is kelt, úgyhogy ez egy tipikus olyan alkotás, hogy tök jó az ötlet, de a megvalósítás borzalmasan rossz. De ugye a végén ez érdekesnek tűnt, ugye a Föld az így bum. Azért gondolom azt, hogy szerintem ez a jelenet, hogy a Föld ugye felrobbant, és ilyen hatalmas nagy entrópi eszközzel gondolom ugye vissza kell tekerni az időt, hogy vissza kell állítani. Én arra tippelek, hogy ez a teljes verzió legvégén lesz. De ez csak tipp a részemről. Viszont az érdekelni fog, hogy a végén a... De akkor most már tudjuk, hogy a különböző puzzle feladványokat azért kell végrehajtani, hogy ezt a nagyon nagy entropi eszközt, ami ugye a Föld megmentését szolgálja, én is úgy láttam, hogy azt kell feltölteni. Tehát nem azt, ami a főszereplő kezében van, azt a kis kézifegyvert, nem is olyan pici, hanem ezt a nagyon-nagyon nagy eszközt, ami a Földre irányul. Mondom, tök jó az ötlet, szerintem ez tényleg tök jó a koncepció játékban. Csak reménykedni lehet, hogy a technikai rész valahogy talán esetleg rendbe tudják tenni. Én nagyon-nagyon erősen kétlem, hogy rendbe tudják tenni. Ahhoz egy teljesen más motorra kéne átültetni az egészet, hogy elfogadható legyen a technikai megvalósítás, de ki tudja, hát a csoda történik, hát a csodát tudnak művelni. Remélem nem lesz igazam, és rendbe tudják tenni. Reméljük a legjobbakat, minden esetre köszi a figyelmet, és kíváncsian várom mindenkinek a véleményét komment formájában, hogy ki mit gondol erről az alkotásra, illetve hogy meghoztam-e a kedvetek a demo
kipróbálásához. Nem tudom, meddig lesz elérhető a demo Steamen, fogalmam sincs, de megpróbálom minél hamarabb hozni a csatornára, hogy arra az esetre, hogy akinek meghoztam a kedvét, az is ki tudja próbálni. Úgyhogy köszi a figyelmet, szavaztok!